Sok szeretettel köszöntöm a sajtó megjelent munkatársait mai sajtótájékoztatómon, melynek címe a külföldi multik gazdasági növekedése, avagy saját hazánk a fontosabb. Mint közismert, látjuk, hogy Magyarország kormánya a vas és acél országának a mintájára Magyarországot egy összeszerelő üzemmé szeretné degradálni. A német autóipari összeszerelő üzemek országa vagyunk, és ezt bővítik most még ki azzal az akkumulátorgyártással, amiben világviszonylatban is a legfrissebb hírek szerint a negyedik helyen szerepelünk. De ha megnézzük, hogy az első három helyen kik vannak előttünk, akkor láthatjuk, hogy olyan nagy országok, mint Németország, Kína vagy az Amerikai Egyesült Államok. Tehát, hogyha megvizsgáljuk olyan szemszögből is, hogy lakosságszám arányosan és a területünkhöz viszonyítva mondjuk mi hanyadikak vagyunk a sorba, akkor egyértelműen mi vagyunk a dobogó felső fokán, hiszen területünkhöz képest itt helyezkedik a legtöbb ilyen akkumulátorgyár, ami azt jelenti, hogy itt a legnagyobb a környezeti terhelés is, és egy friss példával szeretnék erre is rákapcsolódni, hiszen láthattuk, hogy a Gödi Samsung gyára tavalyi évben 88 tonna magzatkárosító anyagot bocsájtott ki az üzem területéről, és azt is látjuk, hogy ezt a környezethasználati engedélyt, amit megkapott, azt most egy bírósági végzés értelmében visszavonták tőle, mégsem állítja le a Gödi Samsung gyára termelését, egész egyszerűen azért nem, mert a gazdasági kiesés az túl nagy lenne, innentől kezdve a politikának is van beleszólása, fittyet hánynak a szakmára, inkább azt nézik, hogy a magyar GDP ne sérüljön tovább, hiszen azt is kimondhatjuk mára sajnos, hogy a magyar GDP-nek több mint felét az külföldi multinacionális cégek adják, nem pedig a hazai vállalkozók. Hazai vállalkozókról pedig annyit lehet elmondani, hogy a tavalyi év első fél évében több mint 4500 kis bolt és üzlet zárt be, illetve naponta több mint 100 vállalkozás szűnt meg, ami azt gondolom, hogy jól mutatja a jövő irányát, hogyha a kormányzat terveit néz. Jól mutatja, hogy amíg leépülnek a magyar vállalkozók és a magyar vállalkozások, addig a külföldi multik 1000 milliárdokat kapnak, annak érdekében, hogy hazánkba telepedjenek le, mind adókedvezmény formájába, mind pedig az infrastruktúrális fejlesztések véget. A Mi Hazánk mozgalom egy teljesen más utat szánna Magyarországnak. Mi azt szeretnénk, hogyha az óriási környezeti terhelés jelentő akkumulátorgyárak helyett inkább a magyar mezőgazdaságra és a magyar mezőgazdaságra épülő feldolgozóiparra lehetne az önálló magyar nemzetgazdaságot építeni. Mi ezt támogatjuk, és reméljük, hogy minél több szavazó pedig minket fog támogatni június 9-én.